Romhányi József, nyúliskola. Erdőszélen nagy a móka mulatság, iskolába gyűlnek mind a nyulacskák. A tanító ott középen az a nyúl, kinek füle leghosszabbnak bizonyul. Kezdi az oktatást egy fej káposztával. Hallgatják is tárott szájjal. Az egymást tapasztó táposztó levelek képezte káposzta, letépet levelein belül tapasztalt betétet, mely a kopasztott káposzta törzse, úgy hívják, hogy torzsa. Ha most a torzsára sorjába visszatapasztjuk a letépet táposztó káposzta leveleket, a tapasztalt rendben, akkor szakasztott, helyesen, fejesen szerkesztett káposztát képeztünk. Ez a lecke. Megértettük? Kérdezte a nyúltanár. Bólogattak a nebulók, hisz mindegyik unta már. Akkor rögtön feleltetek. Lapult a sok tapsi fül. Füllentettek. De ahogy értik, és ez most mindjárt kisül. Nos, felejte nyuszi-nyuszi. Állj két lábra, s vázolt hát, mi történik, ha ízekre bontasz egy fej káposztát. Jól lakok, felelte elképesztő, képzetten a kis káposzta kopasztó ebogatta, de a tanár megbogtatta.